Az igazi Erdély, a nagyon is valóságos Székelyföld a helyszíne, és az ott élő emberek cseppet sem könnyű élete a fő témája Székely Csaba bánya trilógiájának. A központi jelkép a bánya. Ott, ahol talán szenvedni jó, de ott, ahol biztosan bányavirágok nyílnak, ott, ahol megvakul az ember, és ott, ahonnan mérgező víz fakad. A mű az erdélyi valóságot mutatja be, nem pedig azt a tündérmeségbe illő idilli képet, amit sokan gondolnak róla. A Pécsi Harmadik Színház évek óta nagy sikerrel tűzi műsorra a trilógia első részét, a bányavirágot, Vince János rendezésében. A darab főszereplője László Csaba. Én mindig szerettem volna eljutni Székelyföldre, mindig szerettem volna ott túrázni, vagy ott kirándulni, de soha nem mertem elindulni. Azért nem mertem soha elindulni, mert először is azt gondoltam, hogy talán én túl misztifikálom a dolgot, valami nagyon nagy dolgot várok tőle, és nem szerettem volna csalódni. Másrészt pedig nem szeretnék ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen magyarkodó turistaként oda menni, aki hallott, látott valami szépet, és aztán mindenáron azt keresi, vagy azt akarja újra átélni. De nagyon érdekel az ő történetük, nagyon érdekelnek ezek az emberek, nagyon sok ismerősöm van, aki onnan származik, a volt középiskolámnak a volt igazgatója is egy székely ember. Nagyon szeretem az ő észjárásukat, nagyon szeretem, ahogy beszélnek, és hát a darabbeli figura, bár azt hiszem, hogy nem a székelysége az első számú dolog, de az nagyon-nagyon közel áll hozzám. A darab egyik fontos kelléke a posztó zeke, amit Fazekas István hozott Erdélyből. A kun származású vegyészmérnök 1974-ben járt először a Székelyföldön. A kapcsolat onnan indult, hogy megismerkedtünk egy sor magyar családdal a kolozsvári kapcsolat révén, aki székelyföldi, bereszki születésű volt, Frenkó Pista bácsi Isten nyugtassa, és körbevitt bennünket Székelyföldön. És a megismert családok közül többel nagyon jó baráti, szakmai, később vállalkozási, gazdasági kapcsolat is kialakult, és ez a kapcsolat bővült aztán tulajdonképpen oda, hogy ma Kovászna megyét, ahogy ma egyébként mondjuk három széket, félig pedig a saját megyémnek is tudom már. Származásomban nem, kun vagyok, kiskunfélegyházi kun, bár kiskun, és a genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy a magyarországi népcsoportok közül a kiskunok állnak legközelebb a Székelyhez. Én már középiskolában is, egyetemista koromban is rengeteget olvastam, érdekelt, csak akkor még nem volt kijárási lehetőség, ugyan abban az időben, 60-as évekről beszélünk. És aztán ez a megérzés aztán testesült ki, amikor ott voltam, és ugyanazt éreztem, mint amikor itthon vagyok. Tehát egy ilyen szinte rokoni baráti kapcsolat, ami aztán tényleg végül odáig mélyült, hogy ma hát ilyen testvéri kapcsolatnak is nevezzük egymást, például a Lackó családdal, Lackó Váron barátommal, és ez meg is van alapozva 50 év alatt. 1989-ben, amikor kinn is volt egy fordulat, jelentős fordulat, hatalmas volt a szegénység, óriási volt az elkeseredés, és akkor, mikor következő utamon kinn voltam Erdélyben, akkor megkérdeztem Háromszéken, hogy miben tudnék segíteni. És akkor azt mondták, hogy két dolog hiányzik, kenyér és szó. És akkor ott nagyon gyorsan volt rá módom, hála Isten, csináltunk egy nagyon klassz pékséget Szepsiszentgyörgyön. Mondhatnám, hogy szinte a nulla szintről indult az ellátásuk, és mellette csináltunk egy nagy nyomdát, ahol mi adtuk ki a Háromszék című lapot, megyei lapot, ami később aztán tovább indult, és utána pedig a Székely Hírmondó című megyei lapnak a tulajdonosi körébe, kiadói körébe voltam benne. És aztán ezek a kapcsolatok oda juttattak, hogy egy sor dologban igény volt arra, hogy még tovább, és ezek a személyes kapcsolati bővülések jutottak el odáig, hogy amikor azt mondtam, hogy a bányavirágot játsszák Pécsett, a Harmadik Színházba, szükségünk van egy-két dologra, de azonnal. És akkor tényleg napok alatt elkészült a posztó zeke László Csaba úr részére, és nagy örömmel hoztam, épp soha nem felejtem, mert épp a főpróbára estünk be vele, és onnantól kezdve a mai napig itt van látható
meg hát néhány más székely darab is, amiket onnan kaptam, Erdélyből kaptam, ajándékba, vagy én hoztam magammal. Arra nem nagyon emlékszem, hogy mennyire volt fontos. Talán én nem is tudtam, hogy jön. Igazából nekem ez meglepetés volt, mert a darabban egy pulóver, egy kötött pulóver a főszereplő a ruhadarabok közül, ami eleve kicsi már, és arra kell ráhúzni az utolsó jelenetben. De azt tudom, hogy nagyon szerettem volna hordani, meg szeretném is hordani, hogyha lehetne, hogyha tudnám. De olyan félve nyúltam mindig hozzá, mert azt gondolom, hogy ez ebből nem illik, vagy nem szép dolog viccet csinálni, és sokáig nem tudtam eldönteni, hogy a darabban mi most ebből viccet csinálunk, ez poén, vagy esetleg rosszul veszi ki magát, hogy ilyesmivel viccelünk, de sokkal szebb ez a ruhadarab annál, mint hogy elhülyéskedjük a dolgot.